A Székesfehérvár közbiztonságáért díjak átadásával kezdődött a város közgyűlése. Idén kiváló szakmai munkájáért Cserpalkovics Andrástól vehette át az elismerést Takács József, tűzoltó alezredes, Pál Andrea, a Székesfehérvári Városi Polgárőrség titkára és Kalányos Zsolt polgárőr. Egy perces néma főhajtással emlékeztek a képviselők a nemrégiben elhunyt Horváth Istvánnéra, aki több mint másfél évtizeden át képviselte Maroshegy lakóit. A tanácskozáson elfogadták a zárszámadást is a képviselők. Stabil, biztonságos és jogszerű gazdálkodást állapított meg a testület az önkormányzat és intézményeinek vonatkozásában. Arról is döntöttek a városatyák, hogy idén sem kell teraszdíjat fizetni a vendéglátósoknak, valamint fontos iskolai intézményi felújításokról is határoztak. Döntöttünk városi forrásból megvalósuló bölcsőde, óvoda, kulturális intézményeket érintő felújításokról és bővítésekről, fejlesztésekről is. Döntöttünk állami forrásból megvalósuló iskola felújításokról, nem csak a közgyűlés, hanem tegnap a bizottságülések is, hiszen a vasvári gimnáziumnak a felújítására kiírt közbeszerzési eljárást tudtuk érvényesen és eredményesen lezárni. A vasvári gimnázium felújítása így nyáron el is kezdődik, a tóparti felújítása pedig ugyanekkor befejeződik. A képes program 2024-ben is folytatódik, és az Ébli Miklós intézmény felújítási program is, aminek a részeként 143 millió forintot költ majd a város munkálatokra. Cserpalkovics András elmondta, hogy együttműködésen alapuló szakmai anyag került a testület elé a gyermekvédelem tekintetében. Ezt a szakmai anyagot az elmúlt hetekben a gyermekvédelemmel foglalkozó önkormányzati állami egyház és civil területen dolgozó szakemberek készítették. Az intézkedés csomag számos területét érinti a gyermekvédelemnek. Célunk a gyermekek teljes körű védelme, a jelzőrendszer további megerősítése és a szociális szektorban dolgozók anyagi támogatása és elismerése, akik egy kiegészítő havi rendszerességű 50 000 forintos plusz jövedelmet fognak kapni az önkormányzattól. A fehérvári ellenzéki frakció vezetője két témát emelt ki a közgyűlési napirendek közül. Fazakas Attila az otthonápolási díjjal kapcsolatban elmondta, hogy korábban az ellenzék havi 20 000 forintos támogatásról szóló javaslatot fogalmazott meg, viszont most egyszeri támogatásról döntött a testület. A másik az iskolák fenntartó váltásával kapcsolatos téma volt. Itt a vasvárival kapcsolatban, illetve a telekivel kapcsolatban szólaltam fel, nem szeretnénk, hogy egy bizonytalan helyzet jöhessen elő, nem szeretnénk azt, hogy véletlenül tandíjat vezessenek be. Ugyanakkor szülőként én szóba hoztam a Vörös Marti Mihály Általános Iskolát, ott is ugyanaz a helyzet, utólagosan tájékoztattak arról, hogy fenntartó váltás következhet, és nem tudjuk, hogy ez mivel jár. A legfontosabb döntésnek ítélte meg a Fidesz frakció vezetője, hogy önkormányzati forrásból tudnak megújulni bölcsődék, óvodák, iskolák. Molnár Tamás az iskolák fenntartó váltásával kapcsolatban előremutatónak nevezte, hogy az egyetemekhez kerülhetnek az intézmények. A város úgy döntött, hogy ezt támogatja, az esetben, hogyha a szülőknek tandíjat vagy bármilyen más díjat nem kell fizetni, és valóban biztosított az a fejlődés, amelyik az egyetemek által ezekben az intézményekben majd kerülhet beruházásra. És nagyon fontos az is, hogy a szülőket megkérdeztük, az oktatókat, a pedagógusokat megkérdeztük, és majdnem 100%-os támogatással bírnak mind a szülők, mind a pedagógusok részéről ezek az iskola fenntartó váltások. Molnár Tamás szerint megdöbbentő, hogy a fehérvári ellenzék megkérdőjelezve a szülők, a pedagógusok véleményét, budapesti pártérdekek mentén megtámadják ezt a döntést.